Sziasztok, gyerekek! Most van időnk csinálni egy challenge videót, mindenkit várunk szeretettel a Kemál pizzériába. Most a kedves vendégünk kiáll Gyula ellen egy Spárta ereje pizzát. Egy Spárta ereje pizzát fognak elfogyasztani. Itt a másik. De szépen néz ki! Gyerettek, nézzétek! Fordítsd meg a kamerát! Nézzétek, hát, meg is fordítsd meg a kamerát! Á, vége, nagyon! Várjunk akkor, na igen! Á, nagyon-nagyon finom! Nagyon jó illata van, gyerekek, ez vertetlen ez a pizza! Vertetlen ez a pizza! Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon! 1300, ez az! Na most osszuk meg, gyerekek, a live-ot! Osszátok a live-ot! 1300-an vagyunk, gyerekek! 1004! Nagyon szín szerintem. És akkor győzzön a jobbik. Tesám, mondnál a stopper a telefonodon? Mert már ezt beaktiváltam. Nagyon jó néz ki. Nézzed! Nézzed! Á, nagyon puha. Igaz? Ez az. Attila, pizza szakár. Hát várjunk vele, mert nagyon bele. Igen, legalább egy 2 percet, addig osszuk meg a lát. Azt mondta, tűzforró. Hát akkor együk így. Nem, egy kicsit váratok, nem lehet. Legyen annyira meg. Legalább egy 2 percet várjunk. Megsérti a hasát. Mi? Neked is megsérti a hasadat. Így van. Na gyerekek, első challenge-ünk, akik most érkeztek a live-ba, 32 cm-es pizza, Spárta ereje az egyiken van csípős, a másikon pedig virslire cseréltük, mert az úr az nem szereti a csípőst. Ja, hát a pohárból iszol? Akkor én megbontom addig, ahogy... Na. 1500-an vagyunk, ez az, gyerekek! 5 perc! 5 perc! A nyertes egy 10 000-es gyerekek. Aki nem tudná, aki kérdezi, ők a drága szeretett vendégeink, benéztek hozzánk, és pont live-ba mondtam, hogy valaki álljon ki, és akkor ő mondta, ő kiáll. Nézzük meg, akkor ki fog győzni, gyerekek, várunk még 1-2 percet. Na? Akkor várjatok még vele. A végét, hát... Hát, hogy nem? Teljesen egészen. Hát, hogy igen, hát az mindent megeszik. Azt úgy szokták. Ez az, Tibor, köszönjük szépen, gyerekek, 5 perc rá, 5 perc. Hát nagyon forró, igaz? Mindegy, mert kint tornádó van. Amúgy nem viszitek ki? Nagyon hideg van. Egy 2 percre leül a pizza. Gyerekek, ki nyer? Na nézzük. Hát Gyulát írtátok 90,91%-ban. Ázsira pedig 9%-ban. Na de várjunk, mert nem tudhassuk, hogy mi van. Hát macska el ne vigye a pizzát. Jó, tényleg, figyelj meg a macska, nehogy izé valamit. Már megyek ki. Tudod, mire hív, ki lesz, hívom a családot, vigyel a pizzát. Ja. 1700-an mondjuk, igazad lesz, 2000 meg lesz, 2000 néző. Ez az, gyerekek, köszönöm a kalapot, Norbert. Közben a YouTube-ra, gyerekek, várunk mindenkit szeretettel Spártai Kemál pizzériába, ahol nagyon finom pizzák vannak. Mutasd be az étlapok, mit vannak. 1007, gyerekek! Dobjuk meg 2000-re a néző tábor! Vasárnap van! Dobjuk be 2000-re! Igazam van? Így van. A legjobb pizzék van. Ez az, hallottátok? Hát teljesen ki vagyok itt a nyilván. 1700, gyerünk gyerekek! 1 perc és indul a challenge. 1 perc, mert olyan hideg van kint, hogy szerintem 30 másodperc múlva hozzák a pizzát, kihűlt. Mutasd a feleségedet, itt van. Sziasztok! Sziasztok, gyerekek! Itt van a pizza szakácsunk. Na most mondjátok, nagyon-nagyon... Nem tudom már a nevét.
Mit üzem? Valaki megsérti, ja! Sziasztok, gyerek! Legjobb pizzákat, ő csinálja az egész világon, nem bírtok vele! Ez szép volt, látod? Kultúrát, visszaválaszolás, és nem fogol csalódni benne, garantálunk. Már most már minden vasárnap lesz verseny, igazad van. Legyen az, legyen igazad! Legyen igazad! Hát hogy, ha el akarod bukni. Na mindegy, Luca, köszönöm szépen. Nem hűlt meg! 10 forró. Azt mondja Gyula, hogy nagyon forró neki. Kimenem, az már nem hozni kell befele. Na, hozzuk? Nem, mert csinálj. Na, akkor csinálj a felejlőt. Gyula! Gyerekek, Gyula, hozz meg! Most, hozd meg! Legyenek túl rajta! Szúrd fel! Ott van! Ja, még nem letenni, gyerekek. Köszönjük Varga Károly, Kislászló! Ezt a kide valóban le kéne tenni, nem? Köszönjük az ajándékokat mindenkit! Várja! Mindenkinek! Még melegél! Még meleg egy kicsit, de mindegy! És kit meg majd elindítsátok! Jó, ott lesz az óra, gyerekek! Jaj! Ha úgy fogom mutatni, hogy így látszódjon mind a kettő. Várja, mert nagyon meleg meg! Majd elindítsátok! Fiatal, ez az 1800, gyerekek, felmentünk, gyerünk! Ebből az üdítő az nem számít, igaz? Az is? Pizza. A pizza számít. Azt, hogy... Na gyerünk, 1800, ez az, gyerekek, ez az! Nyomjuk fel ezt a 200 nézőt is, bam! El is indul, gyerekek! Hosszátok, hosszátok, gyerünk! Öt perc áll rendelkezésre, gyerekek, 5 perc. Nyomjuk meg, gyerekek! Hozd meg a live-ot! Gyerünk, gyerekek! Gyuszi, hol van? Néki. Gyerünk, Gyuszi! Gyerekek, spárta ereje! Várjátok, megfordítsuk a kamerát! Elszakadott gyorsan! Nem, jó, ez a lényeg! Megfordítsuk a kamerát és megy, figyelj! Várjátok, vagy indítsátok el! Várjátok hát! Vagy üljek! Mint a szakácsunk! 1900 néző! 1900 néző, gyerekek! Vagy 2000-nél elkezdett. Hol van? 2000-nél kezdved el? Még 2000 nézőnél. 2000 nézőnél kezdik, gyerekek, úgyhogy gyerünk! Most kupán itt lesz? Itt azt le kell fordítani így. Igen. Mert ha lemegy a kijelző... 2000 néző, gyerekek, és így... Megvan a 2000, gyerekek! Nem hiszem el, hagyd nézőnél! Esküszöm! Ott van. 3! Várjál, majd visszaszámolok én. De itt is te, Attila van. Jó, Attila. Várjál. 5 perc áll rendelkezésre, gyerekek. Még egyszer elmondom. Spárta ereje pizza az egyik csípős Gyulának. Ás Gyulának pedig, ő nem szereti a csípős, neki virsli van rajta. Úgyhogy visszaszámolok 5-től. 5, 4, 3, 2, 1, 0! És elindult, gyerekek! 5 perc, 2100 néző! Úristen, gyerekek, Ás Gyula nagyon beindult, kettesére lesz itt. Nézzük, és csak 11 másodperc, és minden a fele oda van, gyerekek. Apa, tegyél! És mindjárt... Gyerünk! Hát azt kell mondjam, hogy Ás Gyula is azért, gyerekek, kettesére. Apa, egyél! Gyerünk! Elhagylak! Azt mondja. Gyerekek, úristen, 34 másodperc, 30, alig egy szűk percen belül vagyunk. 2300 néző, gyerekek! Nyomjad! És igen, hopp, jó, gyerünk, ugye, gyerünk, nyomjátok! Van 5 perc ma hátra. Ez ugyanannyi van amúgy! Ugyanannyi van! Fele. Gyerekek, gyerünk. Én azt hiszem, szerintem lehet Gyula ellenségére akadt, vagyis, mert azért ez nagyon jó forró. Gyerünk, Gyuszi! Gyerekek, azt kell, hogy mondjam, azt elmondanám, hogy meleg a pizza még, úgyhogy... Meleg, forró! Ne rágyad, nyeljed, de fele! Gyerünk, Gyuszi! Gyuszi, nyomjad! Gyerünk! Apu, kettőség! 2400 vendég nyer, azt írják! Gyerünk!
Várj, gyerekek, nagyon fontos, úristen, hány perc, egy perc, 20, úristen, gyerekek, 32 centis pizzát, mindjárt, egy két egy perc. És mi ahogy hegyszereztik, hogy? Úristen, nagyon, nagyon. Nyomja, Gyuszi. Meglesz hát, szerintem. Nyomja, de ugyanott meg. Ó, gyerekek, úristen, 2500 néző. Nyomja, Gyuszi. Úristen, gyerekek, nyerünk. Azt nyájtjuk szépen, gyere! Jó, jöjjön, Gyuszi! És... Olyan! Állsz, Gyula, gyereket, mindjárt! Állj, mit így? Olyan! Gyuszi, nyomjon! 2600 néző gyerekek! Gyuszi, nyomjon! Apa, legyen! Úristen! Nyomjon, Gyuszi! Apa! Gyuszi! És... Nézzek! Hopp, hopp, hopp! Jó, gyerek, aki hamarabb lenyeli! Aki hamarabb lenyeli! Gyuszi, nyomjad! Gyere, Gyuszi! Gyuszi! Aki hamarabb lenyeli! Gyuszi! Gyeljen! Gyeljen, Gyuszi! Apa, jó! Gyuszi, gyeljen, gyeljen! Egyben! Gyeljen, Gyuszi, gyeljen egyben! Pop! Egy nagy nyelés! Gyeljen, Gyuszi! Ott lesz az! Figyelj, ott van! Menj, menj. Nem, még oda szállj vagy Gyulának. Gyuszi, nem, nem. Gyuszi. Meg lesz. Ah! Annyi! Ah! Oh, én! Az is megyek! Én győztem! Egy másodperc! Úristen! Pedig így is legyen! Adj ki! Világ, gyere! Ez komoly volt, én! Egy másodperc! Egy másodperc! Ez annyi volt! Három perc alatt tettük meg! Ez komoly volt! Úristen! Épp, hogy legyeltek! Azt a betyám mindenit, gyerekek! Dehogyis! Tűzforró volt, tesom! Egy másodperc! Piti, pa, ennyi volt az egész. Hát azt kell, hogy mondjam, gyerekek, hogy ásd Gyulának, ott a WC-ben nyugodtan bevettem. Vége van a WC egyből! Nagyon kemény, azt kell, hogy mondjam, Gyula, ugyanott van, mint te. Ugyanott van vizze. Majdnem! Gyerekek, 3000 néző, majdnem! Csak vagyunk egy, kettő, azért számít az egy másodperc, és mindenben. Hát majdnem azt kell, hogy mondjam, hogy ez az egy dupla. Köszönöm Attila Biztot, azt szeretlek! Imádlak! Ezért bátok, szétszopom a gyomrod! Hát azt kell, hogy mondjam, nagyon eltiszteljük Ázs Gyulát, mert azt kell, hogy mondjam, bravo neki, bravo, mert azért ilyen tempóval, gyerekek, brutális. Gratulálom. Na, gyerekek, közben elbúcsúzunk. Hogy áll? Aki hogy áll? Ellenem ki szeretne állni, hanem Gyulát verjen. Mert szinte ugyanolyanok vagyunk, ugyanolyan. Úgyhogy kezdjétek vele, aztán jöttek én hozzám, gyerekek. Nagyon-nagyon büszke vagyok magamra. Tudom, én meg csinálják a meggyilagos bátya. Ezt már csak megesszük, nem? Már akkor csak megesszük innen. Ne pocsékoljunk. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, gyerekek. Hát ez teljesen hajszál. De most már én is versenyzek veletek egy. Te is? Most! Hol van abból? Hát, jó élet! Köszönöm, hogy na, sziasztok, gyerekek! Hát erről van szó. Megcsináltuk a challenge-et. Várunk mindenkit szeretettel. Dereska Dianero, szó 25 per A. Csinálni fogunk még ilyen challenge-eket, meg bemutatnám így körben nagyjából most a helyet, hogy hogy is néz ki. Ugye van 1, 2, 3, 4 asztalunk van. Gyuszi ott ül. Sziasztok! Ez a másodperces versenyző. Esküszöm, hogyha Ázs Gyula teát iszik, de nem savast, meg is nyerte volna. Ki volt engedve a savdel? Aki volt engedve a sav, de hogy is akkor is. Nagyon ügyes volt, innen is gratulálunk neki, le a kalappal, nagyon-nagyon-nagyon nagy erővel indult bele. Ügyes. Nagyon ügyes volt. Úgyhogy gyerekek, várunk mindenkit szeretettel, ugye itt az étlap. Bemutatom nektek. Na mondanák nektek. Jövök, egy kicsit idegen lett valakit.
Hát igen. Török Zeus pizza, paprikás szalámi, piros paprika, lilahagyma, paradicsom, zöld paprika, illetve trapista sajt. Illetve a török Zeus még tartalmaz egy kis hegyes csípőst is. Micimackó hasa, sonka, kukorica, gomba, sajt. Spárta ereje, amit nagyon-nagyon sokan visznek, meg a micimackó hasa, ez a kettő pizza. Kolbász, békön, piros paprika, paradicsom, kukorica, lilahagyma, hegyes erős és trapista sajt. Ezt nagyon sokan viszik. Gyrosz pizzánk van, tejfölös alap, csirkemell, piros paprika, uborka, kukorica, lilahagyma, sajt. Illetve van kívánság pizzánk, gyerekek, ami 5 szabadon választható feltét. Labdaszedő, az sonka, virsli, paradicsom, piros paprika, bab, trapista sajt. Mekkenlek pizzánk is van, amilyen bologna is alappal van, gyerekek, darált hús, illetve kukorica és trapista sajt. Nagyon finom a Mekkenlek pizza is. Van az újra csinálás, tarja van benne, lilahagyma, piros paprika, füstölt sejt. Van a pörszi. A pörszi az úgy jött, nézzétek, nézzetek rá. Ha, a kis csávó, abban van a csávó. Megvan már a gyémán. Pörszi. Ezért neveztem el pörszinek. Na, a pörszi, sonka, ananász, kukorica, sajt, paradicsomos alap. Van a broszki, ami tejfölös alappal van, gyerekek. Tarja van benne, bacon, oh yeah, majd megjött. Lilahagyma, illetve trapista sajt. Van a csicsi pizzánk, gyerekek. Szalámi van benne, sonka, bacon, gomba, piros paprika, kukorica, trapista sajt. Ez a csicsi pizzánk is. Van a 12. Az pedig a kit érdekel pizza. Kit érdekel? Ami... Kit érdekel te? A kit érdekel pizza, azon kit érdekel, mehet minden rajta. Van a javából. Sonka, gyerekek, békön, lilahagyma, uborka, még dobunk rá egy kis mozzarellát, meg még egy kis sajtot, ez a kit érdekel pizzánk. A hamburgerünk pedig úgy néz ki, hogy a spártai Kemál hamburger, gyerekek, az egy nagyon jó minőségű, nagyon puha bucival van készítve, illetve van benne 100% marhahús, gyerekek, tojás, az XXL-es, a jó nagy tojás, illetve békön, mustár, ketchup, majonéz, saláták, paradicsom, uborka, hagyma, nagyon-nagyon finom, nagyon sokan viszik ezt is. Ez van a spártai Kemálné burgerünk is, ami tartalmaz rántott csirke mellett panírozott, illetve paradicsomot, uborka, saláta, hagyma és tartármártás van benne, gyerekek, ez egy speciális szósz, ami nagyon-nagyon finom, kóstoljátok meg. Tehát, hogyha valaki szeretne jönni, egy pár, egy fiú meg egy lány, akkor én kérem a Kemál burgert, én meg a Kemálnét, és akkor jól jártok. Megyünk tovább. Van olyanunk nekünk, hogy Randy Gisztájstó. Jó, ilyenünk nincs. Jó, van girosztálaink, gyerekek. Sajtos girosztálaink, nagyon finom. Az is ilyen speciális szószal van, ilyen uborkás, zaci, kis kapros öntet. Nagyon-nagyon finom, kóstoljátok meg. Illetve van benne piros paprika, uborka, saláta, paradicsom, a gyrosz hús, sült krumpli, rá ez a zacik is öntet, illetve sajt, ráolvaszva, nagyon-nagyon finom. Illetve ennek a másik változata a csípős, úgyhogy lehet gyroszt is nálunk vásárolni, bővíteni fogunk még a kínálatokon, de most rátérek a desszertre. Van patkófánkunk, gyerekek, több ízesítésben. Van málnás, epres, erdei gyümölcsös, karamellás, illetve csoki öntetes van, meg nutellás is van. Megállítsuk egy pillanatra. Úgyhogy ez a patkófánkunk, illetve van sajttortánk, ugyanebben az ízesítésben. Nem sorolom fel. A hátam majd leszakad. Nagyon dolgoztál. Nagyon, de ennek örülünk. Nagyon örülünk, megmondom őszintén, gyerekek, ennek a kis vállalkozásnak. Meg ilyen sokan eljöztök, átadom a szót Gyuszinak, mert már... Mostantól nem engedem, hogy téged Emilnek hívjanak. Hanem? Csak
Kemál. Mindenki csak úgy hívhat, hogy Kemál, nem Emil, Kemál. Mert aki Emilnek szólít, meg... Szétszakít. Szétszívom a gyomrát. Nem igaz, nem engedem, hogy Kemálnak. Izé Emilnek hívják, jó. Csak Kemál lehet. Kemál, pizzéri a gyerekek. Ezért Kemál. Várunk benneteket szeretettel. És lesznek challenge-ek, úgyhogy ez egy spontán challenge lett, gyerekek. Jaj, még elfelejtettem mondani, akik még szeretnének csipegetni, vannak ilyen hagymás tejfölös csiónk, van a gyerekeknek ilyen pomber, illetve oreós milka, epertortás, boci, balator, kepi, szegfűszeg, ilyen békönösznek, negró, ha valaki szőlőcukor gondolkozni akar, Orbitum banános, ilyen csokoládé, Bomberman, vagy Bombi. Igen, ebből is van. Igen, a Milkában van több ízesítés, sajtos, lime-os, strong chili lime, illetve vannak ilyen kis magyaróink, hagymás tejfölös, békönös, sajtos, magyarós Cheetos, Bomba, Sixotea, Fanta, Coca-Cola, gyerekek. Kapható nálunk, úgyhogy bővítünk majd a kínálaton, de most jelen pillanat mindenki nagyon meg van elégedve ezekkel a pörgős ételekkel. Várunk benneteket szeretettel, Dereske, Ady Endre utca 25 per A. A Wintisco, Rokwainmo, Sinchmois, Airogolemi, Mikailos. Oké? Yes. Na, legyen szép estitek, illetve napotok. Jövünk majd a következő videóval, mert elég régen nem volt videó, mert ugye ezt építettük fel, de majd most már jönni fog. Adjatok majd egy hátat. Oh.